Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdjük el akkor a mai webináriumunkat. Köszönöm szépen a visszajelzéseket, hogy akkor a technika rendben van. Gyorsan nézzük meg, hogy hogyan itt a trader szobás dolgokkal, illetve nyilván láthattátok a trader szobába, de a portfólión is olvashattátok, hogy az elmúlt két napban tettem ki két ilyen kis elemző videót. Ugye volt egy magyar kis közepes papírokkal kapcsolatos sztori, ugye benne volt Waberers, 4IG, Opus, Cig, Takarék, mi volt még benne, Autowallis, tehát ezek kerültek itt a nagyító alá, nyilván ezeket is megnézzük ma, illetve tegnap tettem ki egy másikat, amit ugye részben ugye ami a bankszektorra vonatkozó, hogy ugye azon túl, hogy az S&P mennyire erős, különféle más indexek, amik fontosak a gazdaság erőssége, illetve a tőzsdei mozgások elemzése kapcsán, hogyha kicsit így távolabbra is tekintünk, ugye a Dow Transportation, a Russell, a Bankindex, meg hasonló, ugye ott született egy ilyen videós elemzés, hogy azok pedig nagyon-nagyon gyenge teljesítményt mutatnak, úgyhogy ezt a két kis videót lehetett még hasznosítani esetleg a saját elemzéseitekhez. Ugye van az Euró-Ausztrál és az Euró-Izilandira short ötletek, ugye ezek szépen bekötöttek a fordulós gyertyákra, de hét elején nagyobb visszakorrekciók is voltak itt, melyik ez az Euró-Ausztrálban, de ugye szépen kitartott, nem mentünk ki a potenciális, vagy a csúcs fölé, tehát a stop szint az ilyen szempontból teljes mértékben érintetlen maradt, és itt is szép lassan beindultunk lefelé az Euró-Ausztrálban. Egyelőre annyit lehet mondani, hogy három hullámban jöttünk le, a 100%-os szintnél, illetve hát egy potenciális támaszónánál vagyunk, úgyhogy ez itt lehet egy rövidebb távú megálló. Mindenképpen itt azt gondolom és azt javasolnám, hogy aki az Euró-Ausztrált sortolja, annak a stopját mindenképpen lejjebb lehet húzni, legrosszabb esetben ide. Picit agresszívabb módon lehet akár ebbe a tartományba, aki pedig szorosabban akarja követni, az pedig ide tudja behúzni a stopját, de mindenképpen lehet kockázatot csökkenteni, vagy már attól függően, hogy ki hol nyitotta be ezeket a pozíciókat, nullába is lehet ezeket húzni. Összességben kicsit megnézzük itt a trendvonalat is, ugye még itt van az emelkedő trendvonalunk, azon pihenünk jelenleg, illetve a legutolsó emelkedésnek az 50%-os korrekciónál vagyunk, a 61.8-as szint van egy 62-nél, úgyhogy jó eséllyel azért meg lesz az is. Itt is mire kéne figyelni, tehát hogyha itt elesik ez a nagy emelkedő trendvonal és alatta zárunk, az már egy technikai jelzés is, hogy elindulhat a korrekció. Érdemben akkor lehetne már nagyon optimistává válni, hogyha az árfolyam lejönne ilyen 1.61.20-ig, ugye ez ennek a mozgásnak a 161.8-as kiterjesztése, mert általában azok a mozgások, amik elérik itt a 161.8-as kiterjesztést, az sok esetben már akkor egy impulzív jelleget mutatnak, tehát lehetnek egy harmadik hullám, és utána mehetünk akár mélyebbre. Tehát ezekre a szintekre érdemes figyelni. Ugye ennek a párja az Euró-Izilandi, ez szebb és előrébb tart, mint az Euró-Ausztrál. Itt is ugye hét elején, vagy múlt hét végén volt egy felhúzás, de a stop érintetlen maradt, és itt is most már ugye nem csak, hogy kiestünk ebből a kék jelölt csatornából, de a nagy emelkedő trendvonalból is kiestünk, és alatta is zártunk, és ugye vészesen közelít a 161.8-as kiterjesztés, tehát potenciálisan ebben is most már benne van, hogy ez egy impulzív mozgás lehet, tehát akár egy harmadik hullám, és mélyebbre is jöhetünk. Nyilván itt ebben az esetben rövid távon itt van egy nagyobb támasz szintje a mozgásnak. Én nekem azt hiszem, talán oda be is van téve. Igen, egy záró order, mert alapvetően, mivel technikai támasz szintet érünk,
érdemes lehet esetleg valamennyit lezárni belőle, vagy akár egy teljes pozíciót, és esetleg egy visszakorrekcióban majd újra pozícióba lépni. Tehát én jelen pillanatban ezt így tervezem, nekem is a stoppom az már bőven-bőven pluszban van, szépen lassan követtem a piacot. Következő ilyen ötlet, hogy a yen párokra mondtam, hogy azok nagyon jól néznek ki, hogy a kanadai dollár japán jenre lett kitéve, amúgy egy vételi ötlet 81-es tartományban, ugye írtam, hogy az Audi JP is figyelőlistán van. Az első célet 82-nél elértük, most közelítjük a 82-50-et, és a nagyobb az pedig 84-nél van, úgyhogy ezek is szépet mennek. Ezeket is meg kell itt keresnem. Igen, tehát haladunk, hogy itt 82-50-nél van egy nagyobb ellenállási szint. Én két pozíció vagyok benne, van az eredeti, ugye, amit az ötlet megfogalmazása előtt nyitottam, és tegnap, amikor kitörtünk itt ebből a nekem ilyen szakadott vonallal jelzett trendvonalból, itt történt még egy rányítás is, úgyhogy jelen pillanatban az átlagáram az itt van, a stopot azt már feljebb húztam, és amúgy a magasabban nyitott pozícióhoz be van rendelve már nekem egy záró megbízás, hogy az itt ebben a zónában, amikor felérünk ide, akkor az záródjon. Mert elképzelhető itt is, hogy mivel nagyobb ellenállás, esetleg valamilyen konszolidáció beindul, de ez meg amúgy ugye, kialakult belőle gyakorlatilag ez a fordított fejvál alakzat, hogy ebből magasabbra is tekinthetünk célár tekintetében. Tehát, hogy az alappozíciót megtartom, de mindenképpen az újabb arányítást azt itt az ellenállási színnél szeretném zárni. Audi JP-ben is benne voltam, itt is két pozícióval volt egy nyitásom itt, és volt egy nyitásom itt, és az most itt a reggel során 75, mindegy, gyakorlatilag ilyen 75-50-nél, itt a 161-8-as kiterjesztésnél zárultak ezek a pozíciók, úgyhogy ezen átlagosan így 105 pipet sikerült elcsíppenteni. Amúgy a font japánján is izgalmas, az is szépen tud, az is szépen emelkedik most. Bár ma szokásom, hogy font dollárt is, hogy megnézzük, akkor hogy az is tenderen ott az 1.27 fölötti szintek rendre megakasztják itt a font japánjánnél, és egyre azt lehet látni, hogy a reggel során megvolt egy kis kiszúrás, de egyből meg is fogta a mozgást. Ebből a minimum várakozásom az lenne, hogy ez a 137-50-es szint esetleg összejött, de tényes való, hogy a minimumot teljesítettük azáltal, hogy megvan az új lokális csúcs, és jelen pillanatban a font erőteljesebben kezd korrigálni, és ez nyilván a font japán jent is lefelé tolhatja. Úgyhogy akkor ezek voltak így a trader szobás ötletek. Ha már devizáknál jártunk, akkor nézzük végül a többit. Euró-dollár a múltkor emelkedés után egy konszolidációban van, jelen pillanatban itt a kitörési szint fölött. Egyelőre ez itt tartja. Technikailag ugye erről lehetne egy átadást várni, amúgy benne van az is, hogy egy három hullámú korrekcióvá fejlődik a dolog. Egyelőre egy nagyon megállt a dolog. Nem feltétlenül mondom azt, hogy érdemi nagy mozgásokra lehetne számítani, ugye holnap kezdődik majd a G20-as csúcs találkozó. Ugye mindenki a USA-Kína kereskedelmi megállapodása van ráfeszülve, vagy lesz-e belőle, vagy semmi. A politikusok, amerikai politikusok nyilván optimistán nyilatkoznak, de hát mindig ezt csinálják. Kína meg kevésbé nyilatkozik optimistán. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de tény és való, hogy a jövő hétfői hajnali nyitás az minden irányban hordoz magában jelentős kockázatokat, és nem csak devizapárról, hanem akár tőzsdeindexekről, részvénypiacokról is beszélhetünk. Font egyelőre konszolidálódik, ebből nyilván simán kinéz esetleg egy újabb korrekciós láb lefelé. Ausztrál dollár, ebben zártam a pozíciót,
Picit mondjuk idő előtt, de mondjuk 69-80-nál, tehát nem olyan régen, azóta itt lassú araszolgatás van fölfele, de ez is gyönyörűen tudott teljesíteni, és ugye jelen pillanatban megérkeztünk már egy ellenállási zónába. Tehát azt várnám, hogy valahogy ebben a tartományban kialakulhat ennek a emelkedő hullámnak a teteje, és esetleg látunk egy három hullámú visszarendeződést. Ebben a visszarendeződésben nyitnék újra ausztrál dollár longot. Ugyanez az új-zélandi is, ez is gyönyörűen emelkedett, ugye itt múltkoriban nem volt új mélypont, amíg az ausztrálban volt, ezt is trédelgettem. Itt a pozíciók többségét zártam itt ebben a zónában, egyetlen egy pozíciót, de feltétlenül azt is zárni fogom itt a közeljövőben, és itt is arra számítanék majd, hogy lesz mondjuk egy három hullámú visszateszt, és mondjuk itt tankolnék fel újra longokból. Dollár japánján így az elmúlt 24 órában szépen tudott emelkedni, divergenciából, 4 óráson, többféle idősíkon is. Azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy láthattuk itt egyről a mélypontot, és beindul valamilyen konszolidáció itt ebben a tartományban. Egyelőre érdemben a rövid távú trend az nem változott, de elképzelhető, hogy mondjuk egy 107 és mondjuk 109 közötti kereskedés is alakulhat ki majd itt a következő napokban. Eurofont továbbra is bivaly erős, korrigálni még nem tud. Alapvetően így a fontnak általános gyengeség az, ami minden font devizapáron látható. Továbbra is várható az, hogy még akár megteszteljük ezt a 0,90-es tartományt is. Túlon túl többet erről nem lehet most mondani. Arany. Aranyban is sokfajta nézet létezik, hogy hol járhatunk itt ebben az emelkedésben. Lehet egy olyan vélekedés is, hogy ez egy 1, 2, 3, 4, 5, és mondjuk egy nagy egyes hullám fejeződött be. Ha ez igaz, akkor lehet, hogy sokkal, de sokkal mélyebben is vissza tudunk korrigálni ebből a mozgásból. Ha ez itt egy háromszögező mozgás volt, és innen indult el a dolog, akkor lehet, hogy ez még csak egy harmadik hullám itt ebben az esetben, és most egy korrekció van, ami mondjuk akár ilyen 1380 környékére is visszajön, és ebből haladunk tovább. Úgyhogy annyit lehet mondani, hogy bullos az arany, de itt is azért nem árt figyelembe venni azt, igaz, hogy ezek múlt heti adatok, de vagy az aranypiacán a hedge fundok viszonylag gyors idő alatt, ugye a nagy emelkedést látva, rég nem látott szintekre növelték a long kitettségüket az arany ETF-ben. És általában, amikor ilyen nagy a kitettség a fundoknál, a sok esetben kijelöl egy jelentős topot is az arany esetében. Ez mindenképpen egy aggasztó jel lehet, vagy legalábbis olyan szempontból aggasztó, hogy most próbálja valószínűleg a nagy felfutás után mindenki megvenni, és szépen csorog visszafele az árfolyam, és elképzelhető, hogy lesz mondjuk egy nagyobb esés benne. Ugye ennek az ellentétje, hogy a bankok, akik általában azért mozgatják a piacot, a bankok viszont ugyanezzel párhuzamosan rég nem látott short kitettséget építettek ki a határidős piacon. Ugye legutóbb, amikor ennyire magas volt a short kitettség, szintén ugye az aranyban egy csúcsot jelölt ki. Tehát lehet, hogy egy kis tréfát fog űzni az arany árfolyamával a piac, és akár szép lassan, de visszacsorgunk akár 1350, 1360, 70-ig is. Tehát érdemes azért résen lenni, nem kell kapkodni a vételekkel, érdemes figyelni a szinteket, de jelen pillanatban még lehet bőven tere az arany korrekciójának. Ezüst gyakorlatilag dettó, ugyanez csak lassabb formátum, nem ment akkor át, viszont jelen pillanatban a
korrekció sem akkora. Azt gondolom, hogy az ezüst, ha ténylegesen el fog tudni indulni, akkor nagyot szólhat. Most egy nagyon-nagyon lemaradó, technikailag, ugye rövid távon, amíg a 15 dolláros szint kitart, addig olyan nagy probléma nincsen, és ebből is ez is mehet akár jóval magasabbra. Olaj. Olaj is nagyot ment. Tegnap már majdnem megérintettük itt a 60 dolláros szintet, pár centtel maradtunk el. Ami érdekes, hogy én ezt egy 5 hullámú emelkedésnek számozom. A mostani emelkedésben már jelentős divergencia mutatkozik itt az árfolyamban. Viszont még rövid távon nem zárnám ki azt, hogy lesz mondjuk benne akár egy újabb csúcs is, mivel a nagy esésnek a 61.8-as szintje és a teljes ellenállás az egy picivel följebb van, az ilyen 60 fél környéke, akár még a trendvonalba is beleférhet. Itt megálltunk az első ellenállásnál, tehát nem zárnám ki azt, hogy látunk esetleg 60 dollár fölött árfolyam szintet, viszont hogyha ez valóban egy ötödik hullám, akkor elképzelhető, hogy itt a 60-61 dolláros régióban kialakulhat egy csúcs, és abból jöhet egy minimum egy 3 hullámú visszakorrekció, mondjuk ebbe az 55-56 dolláros tartományba. Úgyhogy én itt az olaj esetében ezt figyelném. Jó, akkor nézzük meg az indexeket. Ugye egyelőre az S&P-ben ugye megvolt a marginális új csúcs, azóta csorog lefele az árfolyam. Ez itt akár már lehet akár egy csökkenés is. Ebben az esetben lehet, hogy most akkor egy korrektív mozgásban vagyunk, mondjuk 3 hullám, és akkor abból egy újabb lefelé mozgás jöhet. Nyilván itt megint a Twitter üzenetek azok mindig befolyásolni tudnak. Megint ugye föl lett kapva, nem tudom, egy tegnapi hír, és erre mint a hajnalban szépen felhúzták az árfolyamot. Alapvetően optimista beállítódás most a piaca a hírekre, meg a várakozásokra. Van egy nagyobb támasz szintünk ilyen 2900-2910 környékén, ugye attól egyen lejjebb ez a 2870-es régió. Gyakorlatilag ez a szint az, ami mondjuk a kulcsfontosságú szint rövidebb távon, mert addig, ameddig e fölött vagyunk, ez lehet egy sima 3 hullámú korrekció, amiből esetleg jóval magasabbra is mehetünk. Ha ez a szint esik, akkor elképzelhető, hogy megint azt mondhatjuk, hogy bent volt itt a csúcs, és akár mélyebbre is lejöhetünk. Körülbelül ezeket érdemes szerintem figyelni itt a S&P kapcsán. DAX, ez is itt lefelé lehet egy 5 hullám, most pedig ugye ennek a korrekciója zajlik. A 61.8-as korrekciós szintet elértük, de sok esetben a DAX szereti a 78.6-osat is, tehát nem lenne meglepő, hogyha ez a 12.380-12.400-as tartomány is kipipálásra kerülne, lehet, hogy valamilyen ilyen formában, és ebből a zónából, hogyha az S&P is esetleg lefelé fordulna, akkor itt is jöhetne még egy kanyar lefele. Összességében a DAX jól néz ki, az emelkedő trend az tart, emelkedő trendvonal fölött vagyunk, úgyhogy egyről nagy-nagy aggódásra nincsen ok. Rövid távon nyilván ez a 12.160-as szint, ami így vízválasztó lehet. Kérdezitek a VIX-et. A VIX-et meg a Bitcoint. Kezdjük először a VIX-el. A
Ja, VIX-ben az az érdekes, hogy és ezt most megy az elmúlt másfél hónapban többször is érintettük, hogy ha már divergenciákról volt szó, hogy amíg az S&P 500 ezeknél a VIX mélypontoknál fontosan magasabb csúcsokat csinált, és ugye most is valahogy így vagyunk, tehát az S&P az körülbelül így mozgott az elmúlt másfél évben. Addig ugye a VIX-ben ezek a mélypontok rendre magasabb mélypontok alakultak ki, tehát divergencia jött létre. És itt is azt mondhatjuk, hogy ugye múlt héten az S&P kint volt megint új csúcson, a VIX pedig nem ütött új mélypontot, tehát a divergencia az továbbra is megvan. Tehát ebből kifolyólag bármikor elpattanhat egy olyan, akár úgy, hogy G20 valami csúfoldalattal ér véget itt a kereskedelmi tárgyalások kapcsán, hogy ebből a VIX megint elindulhat fölfele, a piacok meg megint lefele. De mindenképpen egy divergencia van benne, tehát a VIX sem kajálja már meg ezeket az új S&P csúcsokat, úgyhogy valami azért ugye háttérben készülődik, és nem teljesen kóser a dolog, de így kezelném. Tehát önmagában a VIX-ben azt gondolom, hogy a VIX-ben inkább felfelé van a pálya, mint sem lefelé. Tehát érdemben ugye nincs, tehát fontosan magasabb mélypontok vannak, és azért ez önmagában jelent valamit. Úgyhogy így kezelném a VIX-et, és ez vonatkozna ilyen szempontból a piacokra. Bitcoin. A Bitcoint azt sokat citáltam itt, hogy tavaly novemberben egy ugye fordulatot vártam itt a Bitcoinban. Elértünk minden olyan célárat, amit jelöltem ott benne. Ugye a nagy zuhanásnak megcsináltuk most már a 61.8-as Fibó szintjét 13.500-nál, és onnan most egyre hevesen elkezdtünk korrigálni. Ráadásul jelentős divergencia is van az RSI indikátorunkban ehhez az új csúcshoz. Számomra itt most az óriási kérdés az az, hogy ebben a nagy felfutásban esetleg ez volt még csak a harmadik hullám, és mondjuk egy kis konszolidáció után megyünk föl, vagy esetleg ez volt már az ötödik, és akár jelentősebb korrekció is benne. Ügyfelek között is van olyan, aki valahol itt vásárolt, és tartják még. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy lehet látni, hogy nagyon heves és gyors korrekciók tudnak lenni. Tehát azt hiszem, tegnap este is néhány perc leforgás alatt több mint 10%-ot zuhant a Bitcoin, és ma is jövünk lefele, hogy érdemes esetleg már kivenni nyereséget ezekből a pozíciókból, nem érdemes a végtelenségig tartani. Tehát azt gondolom, hogy lehet legalább bármilyen formátumban is, de jöhet egy nagyobb korrekció, akár vissza ilyen 10.000 dollárig, 9-10.000 dollárig, és attól függően, hogy a trendnek éppen melyik szakaszán vagyunk. De ugye mindig tud nagyot menni a Bitcoin, ugye ezt láthattuk 2 évvel ezelőtt is, most is valami hasonló működik. Az is lehet, hogy jövő héten már nem tudom én 17-18 000 lesz. Nem tudom megmondani. Mondjuk, hogy a mozgásnak az egyszerűbb részén vagyunk túl. Itt az elmúlt másfél-két hónapban, és valószínűleg most jön a nehezebb része. Oké, akkor mi OTP, Commerzbank, Ethereum, kávé. Jó, kezdjük akkor az Ethereum-mal, ha már itt a kriptóknál vagyunk. Valószínűleg ugyanazt lehetne elmondani az Ethereumról is, mint a Bitcoinról is. Bár így ránézésre itt most nem annyira kiterjedt az emelkedés, tehát lemaradó, ha így nézzük a Bitcoinhoz képest, hiszen itt a nagy esésnek, ez így ránézésre, ez a Google-t még az 20-20 szintet sem ért el.
Tehát lemaradásban van, de ugyanúgy emelkedő szerkezetet mutat az árfolyam. Itt is amúgy most rövid távon divergencia van az új csúcsnál. Ebből kifolyólag itt is elképzelhető korrekció, ugye támasz szintje itt 2.75-nél van, illetve aztán ilyen 2.30 környékén. De amúgy ez is kiválóan néz ki. Kérdezzétek a kávét. Ott ugye meg volt a beszállási pont, nem javasolt beszállási pont, és azóta szép emelkedés, ugye fölfele ez potenciálisan meg volt 5 hullám, ez itt 3, és azóta megyünk fölfele magasabbra. Ugye itt ebben a tartományban gondoltam, javasoltam, hogy ez érdemes újra pozícióba szállni. Aki ezt ott megtette, szerintem a stoppot már lehet feljebb is húzni. Ami most mindenképpen érdekes lesz, hogy ezt a kitörési szintet meg tudjuk-e tartani. Jelen pillanatban úgy az RSI alacsonyabb csúcson van, de ugye jelen pillanatban nem tudjuk még mérni a divergenciát, mert ahhoz ugye egy záródó gyertyának kéne lenni, illetve a divergencia akkor alakulna ki, hogyha itt egy piros gyertya is kialakulna. Tehát egyelőre az optimista várakozás szerint, ha ez itt egy 1-2, akkor ez itt egy 1-2-3-4-5, tehát mondjuk benne lehetünk a legintenzívebb emelkedő szakaszban. Tehát itt ezt figyelném a kávé esetében. Ugye a kérdés itt arra is vonatkozott, hogy a G20 csúcs kimenetel mennyiben tudja befolyásolni majd a kávé árfolyamát. Hát, direkt módon nem, indirekt módon talán igen, de hogy a kávé reláció az amerikai-kína viszonyban ugye az kevésbé meghatározó, mert ugye a kávét egyikük sem állítja elő, tehát nem ők a nagy termelők, tehát talán azt mondanám, hogy ez kevésbé fogja befolyásolni. Na, menjünk át akkor a részre. OTP. Ugye OTP elérte nálam az első lehetséges zónát, hogyha a csúcstól nézzük, ugye a három hullámú mozgás, az egyenlő nagyságú mozgás, a 100%-os kiterjesztés az 11.400-nál van. Egyelőre ott meg is álltunk. Ugye ettől egyen lejjebb van a nagyobb támasz szint, ez a 11.200-as szint. És ez teljes mértékben beleillik abba is, hogy ez itt a 100 és a 123.6-os kiterjesztése lehet mondjuk egy potenciális támaszzónája a mozgásnak. Az óriási kérdés az az jelen pillanatban, hogy nyilván hova fejlődik tovább az OTP-nek az árfolyam mozgása. Mit értek ez alatt? Ahhoz, hogy optimisták lehessünk, egyrészt nyilván le kéne jönnünk a támasz szintre, mert jelen pillanatban lógunk a levegőben. Tehát a támasz szintnél lehetne eldönteni, hogy érdemes beszállni egy standard visszateszteléses stratégia mellett. Illetve azt kéne látni, hogy ha ez itt csak egy korrekció három hullámban, akkor innen ebből a zónából viszonylag gyorsan és intenzíven el kéne kezdeni emelkedni. Ha ez nem jön létre, és továbbra is itt szöszmötölés lesz, és nem lesz érdemi mozgás, beleértve itt a támaszt, akkor megnő a valószínűség annak, hogy akár ez már itt egy harmadik hullám legyen. Ugye mikor nőne meg a valószínűsége? Akkor, hogyha ezt a 10.500-10.600 környéki árfolyamot is elérjük. Ha ide lejövünk, akkor ez jó eséllyel már harmadik hullám, és leszünk sokkal mélyebben is. Úgyhogy eképpen nézném a dolgot, és még akár az is elképzelhető, ebben is azért picit lejjebb kéne jönni, hogy valami ilyesmit láthatunk mondjuk a következő hetekben. Továbbra sem, középtávon továbbra sem optimista az OTP kapcsán. Itt rövid távon kéne jönni egy erőteljes emelkedésnek, hogy a rövid távú kép jelentősen változzon. Egyelőre
ezeket lehet kiemelni az OTP kapcsán. MOL, ugye MOL lejött a támasz, az egyelőre innen igyekszik pattanni. Egyre ebbe se ne nagyon magyaráznék bele túl nagy dolgokat. Azért, mert támaszon vagyunk, az amiatt nyilván meg lehetett venni a MOL-t, de nekem korlátozott tér látszik. Egyrészt itt a résünk az osztalék miatt, tehát a csökkenő trendvonal. Legtöbb esetben ugye egy ilyen mozgás után azt lehetne várni, hogy lejövünk valahol ebbe a tartományban, tehát egy három hullámú mozgássá fejlődhet a grafikon. Richter továbbra is szöszmötés. Itt van egy gyertya még múlt hétről, ez a nagy zöld gyertya június 18-ról, annak a tartományában megy a kereskedés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 napja. Teljes mértékben unalmas. Euróforint, ugye megcsináltuk itt a 61,8-as szintet, ráadásul azt itt egy ilyen nagy, mondhatnánk, hogy egy kulcsfordulós gyertyával is, hiszen voltunk magasabban és alacsonyan is, mint az előző gyertya, egyelőre ennek a gyertyának a tartományában mozgunk. Aki esetleg shortolni akarja, annak ez a tartomány lehet jó, és akkor a keddi nap csúcsa fölé mondjuk a stoppot elhelyezni. Egyelőre szerintem ennyit lehet erről a mozgásról mondani. A kérdés az az, hogy lesz-e esetleg ebből egy három hullámú mozgás és ebből föl, vagy valami után így megyünk fölfele. Commerzbank volt kérdés. Fontosan divergens ajakat alakít ki a Commerzbank, viszont a trendünk az egyértelműen lefelé mutat. Tehát itt kiestünk belőle, geppet is hagytunk, az eresünk is standarden az 50-es szint alatt van, tehát nagyon sokszor volt már olyan, hogy ilyen mozgásból, ugye leginkább amik ilyen euró-dollárnál lehet megfigyelni, hogy ez így halad tovább lefele. Továbbra sem néznek ki jól, szerintem az európai bankrészvények, legalábbis a németek biztosan nem. Ha itt valaki longol, annak a stopját szerintem ide kéne helyezni. Vannak szerintem ettől jobb lehetőség is a piacon. Nézzük meg még a magyar kispapírokat. Ugye Appenninnél múltkor is elmondtam, hogy itt kialakult egy fordulós gyertya, ez egy konszolidáció benne. Az én stratégiám szerint ez egy vételi zóna, ebbe tegnap jött egy megerősítés. Tovább is azt mondom, hogy ebből nekem inkább felfelé tűnik a mozgás egy itt elhelyezett stoppal. Opus az, ami most magára talált, kitörtünk az égből, illetve kitörtünk ebből a fekete korrektív csatornából, a 200 napos mozgó egyelőre megfogta. Forgalom is jött itt ebben a kitörésben, ugye itt most már azt kéne figyelni, hogy meg tudunk-e ragadni itt a trendvonal fölött, illetve fontos, hogy ne menjünk már itt ezen szint alá, pláne ne zárjunk alatta, az pedig mondjuk 4,25. Tehát önmagában ez a kritikus szint az opusznál. Ugye hasonló már, igen, azt hiszem korábban itt volt ez a mozgás, amire még akkoriban talán még vételötletet is kiírtam, hogy itt voltunk trendvonal törésben, meg kitörtünk a csatornából a 200 napos mozgó alatt, és utána ez így beragadt az egész, és mentünk lejjebb. Tehát, és itt is az volt a kulcs, hogy ez a szint. Tehát, hogyha ezt a szintet elérjük, és alá megyünk, onnantól kezdve már nem bullos a történet, és itt is ezért mondtam most ebben az esetben az opusznál erre figyelnék, hogy tudunk-e itt fölötte maradni, és ebből tovább pattanni. Ha igen, akkor itt bent lehet a mélypont 1, 2, 3, 4, 5, kialakult egy impulzív szerkezet, amivel esetleg már magasabbra mehetünk.
De összességében ugye ez a zóna itt azért egy jelentősebb ellenállás, ilyen 4-95-500 forint környéke. Forage meg volt a jó mély visszateszt, visszatesztelő gyertya fölé ment az árfolyam, tehát ez itt akár lehetett egy vétel a keddi napon, hogy a stopot ebben az esetben ide kéne tenni, és akkor itt azt kéne várni, hogy az árfolyam magasabbra menjen. Ugye itt azért kell mindenképpen figyelni, hogyha ez erőtlen lesz itt ez az emelkedés, és megint itt eltelnek napok, hogy nem megyünk sem erre, az lehet egy jelzés, hogy ebből kiesünk. Ebben az esetben akkor is kell tenni a stopnak, és úgy lehet ezt a mozgást játszani. És amúgy mit ad Isten, közbeszerzésen a 4iG 3 milliárd forintos megbízást nyert. Így van ez, hogy pont, minden nem folytatom. Autovallis, ugye trendvonalaknak a fogságában, meg a 200 napos mozgó, itt tovább is tartom azt, hogyha fölé tudnánk menni ennek a színnek, az jelenthetné azt, hogy itt bent van a mélypont divergencia mellett, és elindulhat akkor valamilyen mozgás, de ez egyelőre még kellenének jelzések. Rövid távon ez itt lehet akár egy pici ilyen zászlózás, és mondjuk akár így is megjátszható a dolog. Waberers továbbra is tart. Ja, az égből való kitörés, konszolidáció, a múlt heti gyertya az egy kulcspólós gyertya, úgyhogy effektíve a Waberers is ebből mehetne magasabb itt a következő időszakban. Na, milyen kérdések maradtak még ki? Kamatvágást a jövő, vagy a júliusi fedülése mennyire tartod reálisnak? A piac árazza, teljesen beárazta gyakorlatilag. Számomra az óriási kérdés az, látva azért a Fedet, hogy azért tudják ők is azt, hogy tehát fontosan a kamattal mahinálnak. Amikor picit rosszabb a piaci hangulat, belengedjük, hogy bármikor készek kamatot csökkenteni, amikor meg jó a hangulat, akkor meg visszavonulót fújnak. Tehát ez a kicsit úgy néz ki a dolog, mint hogyha tartalékolnának, vagy így irányítanának a piacot, de hogy ők igazából nem nagyon akarnak még kamatot vágni, mert ezért nem nagyon szokás all-time high-nál kamatot vágni, ha csak nem valami eszméletlenül rossz gazdasági adatok vannak. Egyelőre az adatok frontján olyan eszement rossz számokat nem lehet látni, de azért látható azért a negatív tendencia az adatokban. Éppen ezért valahogy összevonnám a tőzsdékkel. Ha a tőzsdén most lesz mondjuk egy nagyobb korrekció, mert mondjuk van valamilyen G20-as kiábrándulás, akkor elképzelhető, hogy július végén akkor be fognak vágni a kamaton. Egyelőre 4 hét van addig, annyi, de annyi minden történt, és lehet látni, hogy a Fed is, mint a szélkakas úgy forog. Tavaly decemberben még azt mondták, hogy idén 2-3 kamatvágás lesz, most meg mondja arról beszélünk, hogy 2-3 kamat emelés lesz. Decemberben ezt mondták, most meg arról beszélünk, hogy esetleg 2-3 vágás lesz. Tehát Fed szélkakas, és annyi minden meg tud fordulni 4 hét alatt ebben a gazdasági, tőzsdei, monetáris sztoriban, hogy bármi megtörténhet. Térjünk vissza erre a kérdésre mondjuk az akkori fedülés előtt mondjuk egy héttel, és akkor már így jobban lehet ezt látni. USA kisállátos cégek. Na, ezeket még sosem néztem meg. PETS, ZTS. Hát, essünk neki. Ez egy heti bontású grafikon, ez alapján ugye
Itt azért van egy nagyon masszív csökkenő trend, csökkenő csúcsok, csökkenő mélypontok. Itt volt egy fejvállunk is, gyakorlatilag olyan 23-25 dolláros mélységgel, mondjuk az ilyen 10 dollárra mutatna a célár szerintem, hogyha itt ezt próbálom itt jól belőni. Hát ez alapján még akár lehetne tere az esésnek. És próbálok itt olyan szinteket behúzni, ami így fontos lehet az elemzési horizonton. Hát az RSI az gyakorlatilag egy vonalban van, tehát kvázi leerdivergenciáról beszélni, de ez kellene, itt azért valamilyen fordulós gyertya, és egyelőre nincsen. Szóval nálam ez még ilyen szempont, hogy így nézzük, akkor nincs vételem. Elértünk egy lehetséges támaszzóna tetejére. Itt megint igazából azt mondanám, hogy arra figyelnék, hogy megéri itt ilyen szempontból várni, akár egy hetes kulcsfordulós gyertya, tényleges divergencia kialakulása, tehát valami olyan típusú jelzésre, ami megadja a zöld jelzést arra, hogy be lehessen lépni itt pozícióba. Egyelőre azért ebben fordulatra utaló jelzés nincs, ez egy masszív csökkenő trend. Ettől függően elképzelhető, hogy ebben a zónában szépen kifeneklik, és aztán valamilyen mozgás elindul, de mondom, erre még jelen pillanatban nincsen jelzés. ZTS. Hát ez ennek tökéletes ellentétje az előzőnek. Hát ugye ebben masszív emelkedő trend van. Bár még ez az új csúcs, ez most már jelentős RSI divergencia mellett is zajlik. Mivel történelmi csúcson vagyunk, ez nyilván nehéz így prognosztizálni, hogy meddig meg hova tarthat. Lehet benne még lendület, de most itt az elmúlt időszakban azért azt látom, hogy a múlt heti gyertya is már azért hagyott egy hosszabb felső kanócot. Ez a hét az egyelőre egy az előző gyertya tartományában mozog. Tehát elképzelhető, hogy kialakul valamilyen tetőzés, vagy még így a következő időszakban arra szolgathatunk feljebb, de vételi jelzést én nem adnék. Első körben ez akkor lenne mondjuk vétel, hogyha ide a támasz szintre visszatérne. De nekem ez most már kezd kicsit túl feszítetté válni, legalábbis ezt az árfolyam mozgást látva. Mi volt a harmadik? Pecet Home Group. Hű, ez meg valami. Hát ez így ránézésre nagyon-nagyon illikvid dolog, mert ez a napos grafikon, és alig lehet rajta a gyertyákat látni. Úgyhogy ezt ilyen szempontból ki is lőném így az elemzésnek a hatásköréből, mennyire ezzel nem foglalkoznék. 3M, Fitbit, Facebook.
Egyről a trendelemzésünk alapján ez azt lehetne mondani, hogy egy nagyobb esőtrend, pláne itt egy óriási geppel zuhantunk be, egy intenzív esés után, ugye maga a karakterisztika is mutatja, jelen pillanatban ez, bár is nézzük, egy korrekciónak számít. Az RSI az 50-es, 60-as tartománynál van, egy extrém szintről, tehát ez normál esetben beleférhet egy csökkenő trendben a korrekciós mozgásnak, és ugye itt van a letörési szintünk is, illetve itt van az 50-es mozgó átlag is, tehát csupa-csupa ellenállás tornyosul itt a 3M előtt. Önmagában a cég az persze fundamentálisan jól nézhet ki, meg osztalékfizető, meg hasonlóak. Tehát lehet hullámú mozgás is, még akár valami ilyesmit is el tudnék képzelni belőle, de egyelőre olyan, erre nem tudnám még azt mondani, hogy ez itt fordult, meg minden, tehát még rossz részvényeknél is sokszor egy nagy megütés után mindig vannak felpattanások, és itt is a letörési szint alatt vagyunk, tehát itt ez az, amire figyelnék. Trédelgetni lehet benne, de egyelőre mondjuk olyan 178-180-nál tovább nem nagyon látnám a 3M-et. Facebook. Egyelőre a májusi csúcs alatt elakadtunk. Több ilyen fordítós jelzés is van itt. Eléggé hasonlatos a Nasdaq-nak a grafikonjához ez a Facebook. De ugye a technológiai részvények önmagukban is azért nagy mozgásokat csinálnak, de relatíve van bennük egyfajta gyengeség. Nyilván ez egy marginális gyengeség, de összességében itt is ez a kulcskérdés, hogy ebből a konszolidációból merre indulunk. Ha így lefele, és mondjuk esetleg jön valami negatív hangulat a piacokon, akkor ide, ha kitörő optimizmus, akkor ebből mehetünk tovább fölfele is. Inkább most itt a héten a G20 miatt is inkább egy konszolidációt várnék ebben a tartományban. Fitbit. Hát ebben a Fitbitben nagyon-nagyon nem akar összejönni ez a fordulat. Teljesen le vagyunk ragadva most már évek óta itt ebben a zónában. Egy hosszabb távú képet nézve, ez így lehet akár egy ilyen bázisépítés is, egy ilyen hosszú távú kifeneklés, de még nincsen benne fordulat. Jelen pillanatban ez a grafikon azt mutatja, és nem nehéz azt belelátni, pár centre vagyunk tőle, hogy meg lesz az új mélypont, és esetleg ott érdemes majd figyelni fordulatra utaló jelzéseket. Egyelőre ez így egyértelmű a lecsorgás, azon belül meg ez egy némi korrekció, megint három hullámban, és haladunk tovább lejjebb. Úgyhogy elég nagy valószínűséggel meg lesz az új lokális mélypont is. Hú. Még a Petszre írjátok, hogy ha a trendvonalon van, azt nézzem meg. Jó, akkor arra még visszatérek. Hát igen, ott vagyunk a közelében, a 200 havi mozgó átlag is ott van, illetve, ahogy mondtam, egy támasz zóna teteje. Igen, tehát lehet vele próbálkozni, abban a zónában vagyunk, ahol ez lehet egy vétel. Nyilván nem tennék bele pénzt, lehet, hogy elkezdeném tesztelgetni, hogy működik-e a dolog,
De ahogy mondtam, hogy igen, egy lehetséges támaszónak a felső részében vagyunk, és elképzelhető, hogy innen majd tud fordulni. Na, jöttek még kérdés, hogy Daimler meg társai. Kicsit dejavú érzésem van a Commerzbankon, mert az is valami hasonló volt, hogy leestünk résre, és utána konszolidált, csak a Commerzbank így konszolidál. Itt is, az esély is impulzív, és azóta ez egy ilyen pici ilyen poroszkáló oldalazgató, de felfelé tartó mozgás. A 200 napos mozgó alatt, és amúgy egy hosszabb távú csökkenő trend mentén, nekem ebből inkább azt tűnik, hogy ebből további folytatás jöhetne lefelé. ThyssenKrupp, EBV. Az Est médiát kérdezitek, de Est médiát aztán én csak az Investigen tudom megnézni. Mi volt? Hát igen, a ThyssenKrupp-ban meg volt ez a marginális mélypont, 1-2 centtel mentünk alá, és azóta megint tudunk emelkedni. Nem itt a külön frédősíkokon. Hát trükkös, trükkös. Egyelőre azt gondolnám, hogy így ebben a zónában elképzelhető egy hosszabb távú bázisépítés esetleg. Tehát valami ilyen formátumban. Amúgy talán is azt gondolom, hogy érdemes ezt figyelőlistán tartani. Nagyon szét van csapva, ami nem jelenti azt, hogy nem mehetünk még mélyebbre, de mondjuk hosszabb távon hozamkockázat oldaláról már szerintem inkább az emelkedés kerülhetne majd előtérbe, és az esésnek már talán kevesebb kifutása van, tehát eléggé szét van csapva itt a dolog. Ugye EBV-nél az Allergan-nak a megvétele miatt nagyon beverték az árfolyamot. Itt hetén jelen pillanatban a több érintős trendvonal alatt vagyunk, hogyha az extrémet húzom be, akkor az meg így néz neki. Ugye korábban a várakozásom az volt, hogy valahol itt a 71-75 dolláros tartományban vártam volna a fordulatot, és hogy azt onnan el tudunk kezdeni emelkedni, hiszen egy nagyon jó osztalékfizető részvényről is van szó. Kérdés, hogy ebből a nagy pofonból hogyan tud helyreállni, és megint kérdés, hogy melyik trendvonalat nézem, a több érintőset vagy az extrémet. Ha a több érintőset, akkor jelen pillanatban alatta vagyunk, kérdés majd a heti zárás. Ha az extrémet nézem, akkor még az emelkedő trendvonalban van hely, és még ebből a zónából még mindig ott van az eső, hogy ebből aztán talpra tudjunk állni. Úgyhogy ha így nézzük, akkor egy kicsit ilyen hezitáló álláspontot képviselek most. Est média.
Picit türelmet kérek, mert így lassan töltöget be. Én azt tudom, hogy az Est Médiáról korábban ugye azt mondtam, hogy van itt egy jelentős támaszszint. Ugye voltunk egy picivel alatta itt ennél a gyertyánál, de az egy kulcsfordulós gyertya volt, és amiatt az lehetne egy lehetséges vételi ötlet, és továbbra is ugye abban a tartományban vagyunk. De ugye én, amit ilyenkor szerettek, amikor kialakul egy ilyen nagy fordulós gyertya, hogy van utána egy pici konszolidáció, de megyünk utána fölfele. És ez itt nagyon nincs meg. Ettől függetlenül a jelzés az jelzés, de jelentősen gyengült a jelzésnek az erőssége, illetve azért úgy lehet látni az Est Médiánál, ez standard, hogy az ilyen nagy fordulós gyertyák után eljátszuk a hattyú halálát. Aztán megint jön egy fordulós gyertya, megint itt egy rövid távú, és tehát ez lenne mondjuk kb. Itt a normális, amit ezt látjuk. Ez itt a kevésbé, és megint ez a szakasz itt ez a kevésbé normális, de egyelőre a fordulós gyertyának a mélypontja kitart, fölötte konszolidálódunk, ebből még mindig mehetünk fölfele, de nagyon gyatra és gyenge az árfolyam mozgás. Itt most már lehet, hogy a trendvonalat is figyelni kéne, és ebből ki tudna menni fölfele, akkor lehetne rá egy vételi jelzés kapni. Tehát így látom én most az Est Médiát. És akkor azt hiszem, hogy a végére értem a mondandómnak, meg a kérdéseknek. Igen, megállt itt a megkedés. Olyan nagy-nagy dolgok nincsenek. Jó, akkor ennyi lett volna mára. Jövő héten hétfőn akkor folytatjuk, és azt gondolom, hogy lesz mit elemezni majd a G20 után, hogy hogyan néznek ki a piacok. Addig is mindenkinek kellemes napot, jó kereskedést, és aztán jó hétvégét is kívánok. Sziasztok!